Üdvözlök mindenkit, a vagyok, srácok. Most figyeltek, felhozok egy elméleten, és kíváncsi vagyok, hogy helytálló-e, legalábbis egy kicsit összeesküvés elmélet következik, és a központjában a Battlefield sorozat áll, és a nagyon-nagyon gonosz youtuberek. Na, um, felelőseke a nagyobb Battlefield YouTube-osok azért, hogy a Battlefield ott tart most, ahol tart ebben, a, ebben az úgynevezett sikertelenségben. És most végig fogok lak, vezetni egy idővonalon, és összefüggésbe fogom hozni a YouTube-osokkal, és uh, a, már mint abban a kontextusban, hogy hogyan uh, változott a Battlefield meg, és lett az, ami most. És, és meglátjuk, ti a bírái annak, hogy ez uh, helytálló -e egy kicsit. És ebben szempontból örülök, hogy nincsen milliós feliratkozós bázisom, akkor beszélhetnék magamról is, de hál' Istennek én nem számítok ebbe a körbe uh, bele. Na! Ugorjunk vissza az időben, egy kicsit, nem is tudom meddig ugorjunk vissza, visszaugorhatnánk egészen Battlefield 2-ig, Bad Company 2-ig, de maradjunk meg a, az emlékeknél, onnantól, ahonnan a Battlefield igazán számított játéknak, és az a Battlefield 3. A Bad Company 2 előkészítette az utat, ott, ahol úgy felkerült a térképre jobban a Battlefield, ugye a Call of Duty elnyomása alól, Bad Company 2 alatt felkerült a térképre, és a Battlefield 3, amikor napvilágot látott, akkor, akkor hatalmasan ha durrant a Battlefield azzal a látványvilággal, amit el tudtak hozni a Frostbite engine -nel. Na. És kijött a Battlefield 3, és voltak benne járművek, voltak benne gyalogság minden, és a járművek a, a gyalogsággal szemben egy potenciális veszélyforrás voltak. Járművekkel elbánni Battlefield 3-ban úgy gondolom, hogy nem volt egy egyszerű móka, főleg ha egy magad voltál abba a skadba insinérként, és lekeledszed azt a tankot, helikoptert, anyámkínját. Szóval nem volt egy túl könnyű feladat. Aki repülőbe ült, az hihetetlenül tudta dominálni a pályát. Aki ügyesen volt tankba, hihetetlenül tudta dominálni a pályát. Járművek, járművek ellen egy viszonylagos jó balansban volt. Helikopterrel uh, lehetett dominálni a pályát. Szóval a Battlefield 3-ban uh, úgy kellett gyalogságként ügyelned arra, hogy ne fussál bele egy tankba, mivel, hogy még a, a gyalogságnak a klassz a kasztok is úgy voltak el, az, hogy ingyinér az. a leg, Mondhatni, hogy a leghasznosabb kaszt, ugye, az a Medic volt, a Battlefield 3-ban, a többinek a fegyvere annyira nem fogott, mint amennyire szerettük volna, és emiatt egy ilyen kis enyhe uh, hogy is mondjam, Egyensúly, eltolódás volt a Battlefield 3-ban az olyan pályákon természetesen a járművek felé. Szóval ügyesnek kellett lenned az, hogy eh, elkerüld a járműveket, vagy ki tudjátok szedni a járműveket, mint egy squad. Egy eh, például BF3-ban eh, nem feltétlenül volt szerencsés eh, nem tankban lenni, vagy nem éppen repülőben lenni, mondhatni így. Aztán jött a Battlefield 4. És az egyensúly a gyalogság és a járművek között egyre-egyre kisebb lett. Battlefield négyben, hogyha ügyes vagy, két RPG-vel ki tudsz szedni egy tankot. Uh, ugye az elején a pecsek előtt egy RPG-vel leszettél egy helikoptert, egy RPG-vel leszettél egy repülőt, bár, bármit, egy RPG-vel leszettél. A pályák szerkezete úgy lett kialakítva, hogy... Uh, a legtöbb pályán a tankoknak, helikoptereknek esélye nincs a gyalogság ellen. Tehát a gyalogság mondhatni hogy kapott egy, vagyis mondjam, harcolási esélyt a járművek ellen, viszont a balansz az nagyon eltolódott már a gyalogság felé. és Tegyük fel, sok városi mapban a, a, a gyalogság olyan jól el tudott bújni, hogy egy tanknak esélye nem lett. Maradj velem, remélem itt vagy még, remélem itt vagy még, mert innen jön majd a konklúzió. Battlefield 1, Battlefield 5 már szart se értek a járművek. Tehát a lassúak voltak, lassúra töltés a tankról van szó, lassú repülők lassú, 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 minden Battlefield 1-ben, Battlefield 5-ben nem érzem magam veszélybe a tankoktól igen, a legrosszabb dolog a sniping tank a sniper tank, ugye a Battlefield de okkal sniperrel a szerencsétlen mert hogyha közelebb jön két méterrel, azonnal szét van szedve szóval okkal kell sniperkodni egy tankal, okkal kell kurva magasan fönt repülni egy repülővel, mert azonnal szét vagy szedve. Ti is érzékelitek ezt az egyensúly változást, ami gyalogság felé hajtotta a játékot, semmint, hogy, hogy egy, még, még inkább egy egyensúlyba legyen. És miért mondom azt, hogy a youtuberek felelősek ezért az egészért? Sok, sok ilyen uh, nagyobb, nagy jackfrags, level cap, x-factor, uh, ezen youtubereket követtem, akik nagy youtuberek számítanak battlefield Battlefieldbe, és éveken keresztül azt, arról beszéltek a videóikban, hogy hogy több olyan térkép kell, ahol a gyalogság hely tud állni, több fókuszt kell helyezni a gyalogságra, többet kell ját csinálni olyan térképet, ahol én is szeretek játszani, a gyalogsággal. És, és erről szólt kurva sok videó, nem eszolva szólva arra, hogy ezen youtuberek, meg lettek hívva a játék fejlesztéséhez, beleszólhattak bele a játék fejlesztésébe, és nézd meg, hova jutott a Battlefield sorozat. Most. Oda jutott, hogy a Call of Duty csinál magának egy saját Battlefield-et, mert értik hogy miről van szó. Belekeverik a saját mentalitásokat, Call of Duty mentalitásokat, és alá voilà, kaptunk egy 64 fős Call of Duty Battlefield-et tulajdonképpen természetesen még elválik. Hogy, hogy, milyen lesz, mennyire lesz balansz a járművekben, de beszéltem arról, hogy um, uh, uh, a Battlefield ugye azért volt jó, Battlefield 3, Battlefield 4 azért volt jó, mert az összes Call of Duty killstreak-be beülhettek nagyjából akkor, amikor akartál. Ugye a Killstreakekért a Call of duty meg kell küzdeni, szóval uh, eleve küzdesz a készrikért, jutalomérzés, beülsz a készrikért, jutalomérzés, ledorálod a pályát a készrikkel 30 másodpercig, jutalomérzés. Hol jön a balans ebben az egészben, annak az elszenvedő félnek, ugye? Ha jön egy csopper, és szétlövi veled a pályát, akkor tudod, hogy ez csak 30 másodpercig tart a Call of Duty-ban. A Battlefield-ben órákig tartad, hogyha nagyon ügyes ez a valaki. Csak 30 másodpercig tart lenyeled, oké, okay, lenyeled, de Battlefieldben nem 30 másodpercig tartott egy chopper, hanem 70 killig, 100 killig, 130 killig tartott egy chopper, és ugye ahogy nyavajogtak a youtuberek azért, hogy több balansz kell, több erő a, több erő a gyalogságnak, Battlefield 5-re eljutottunk odájuk, hogy a gyalogság maga a tank konkrétan, és, és, nem félsz a járművektől, nem félsz egy tanktól, aztán jön, gyök kettővel fordul az ágyú, addig hatszor kiszeded, oda rohansz, gránátot, ráragsz, a c 4 anyám kinyám mindent. Persze, hogy sniper tankolnak. mert, mert tudja, hogyha bejön egy kicsit is közelebb az akcióba, esetleg segítse a csapegyát, foglaljon egy pontot, addigra uh, fogja, és, és uh, addig szét lesz lőve az a szerencsétlen. És igen, ez itt az összeesküvés elmélet, hogy a sok videó hatására, amit a youtuberek kiraktak arról, hogy több gyalogsági erő kell, eh, amit kiraktak oda a youtuberek, eh, és akkor az emberek mit csináltak? Elkezdtek sírni a Battlefield fórumokon, Redditen, Twitteren, anyám kínján, hogy igazából, igazából Level Cap-nek, volt, Jackflexnek több gyalogság erőkel és eljutottunk ehhez a foshoz, ahol mostanra már Kettesével jönnek ki az olyan térképek a battlefield ahol már nincsenek járművek. Call of Duty Field lett. Ebből a szempontból, ez hiányzik a battlefield ben A következő Battlefield 2020-ban vagy 21-ben, amikor megjelenik, nagyobbat kell durrani, mint jelen pillanatban a Modern Warfare, mert hogyha nem teszi meg, akkor úgy, ahogy van, a Modern Warfare átviszi a Battlefield veteránokat szerintem a Call of Duty tehát át, át, el fogja lopni a Battlefield játékosokat a Call of Duty mert ez a mostani nagyon-nagyon úgy néz ki, évekkel töltöttem már Call of Duty előtt és ennyire uh, összerakott korrekt uh, Call of Duty-t még nem láttam a COD 4 óta szóval meg az MV2 óta és, és ez, ez, ez ráadásul még újabb is, mint hogyha elvették volna az elemeket az olyan játékokból, mint a mint Rainbow Six, megkeverték volna az olyan játékokkal, mint a, mint, mint a Modern Warfare 4, vagy a Modern Warfare 2, meghagyták azt a, azt a, azt a lendületet, a fegyverek érzete, mint a Rainbow Six is, és, és a, a pályák mérete, mint a Battlefield, Kilstrikek ott vannak, tehát valami, ami egyedi a Call of Duty-nak, és irányítható járművek is lesznek benne, tankok formájában is ebben az egész játékban. E és összekevertek nagyjából három vagy jó játékot, és, és létrehoztak valamit, és, és Call of Duty, tehát több ezer órán van Call of Duty-ban. Több ezer órán van Call of duty és így, ilyen formájában uh, még nem láttam a kodot. Már alig várom, rátejem a kezem. És, és az, hogy a Battlefieldnek kellene győzedelmeskednie mostanra, á, és azért nem teszi, mert hogy olyan irányba lett befolyásolva a játék, ami... Amiről a Battlefield nem kellene szóljon, és en, ez, ennek a hibája konkrétan, azok a nagy médiumok, akik befolyásolták a tömeget annyira, hogy, hogy ebből változás, ilyen irányú változást kényszerítsenek ki a stúdióból, és úgy, és úgy gondolom részlegesen tudatlanul tették azt, hogy ilyen sikertelen lett a, a, a Battlefield. Szóval, ja, ennyi, ennyi lett volna. Én például nem is, nem is emlékszem, hogy csináltam volna olyan Battlefield 4 három videót, pedig Battlefield 4-ből sokat videóztam, ahol, ahol azt mondtam volna, hogy a gyalogságnak több Uh, erőkkel. Panaszkodtam sokszor is a chopperrel, panaszkodtam erre arra, viszont arra is panaszkodtam, hogy az anti a choppert nagyon könnyen leszedé. Szóval, de arról, hogy egy ilyen im uh, egyenlőtlenség van a gyalogság és a járművek között, arra nem uh, emlékszem, hogy panaszkodtam volna. Na mindegy. Uh, ezt, így, ezt így látom mostara ennyi év után. Uh, van, van egy ilyen él, mint egy ilyen, egy ilyen, nem is tudom. Tényleg lenne egy ilyen mutató, hogy, 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 hogy ez, ez történt. Tehát a, valahonnan, ahol, ahol a járművek, Battlefield 3, ahol a járművek erősek voltak, eljutottunk Battlefield 5-re, ahol a járművek semmit sem érnek, ha csak nem 500 km-ről vele a gyalogságot. Um, és ugye, amikor meg is jelent a Battlefield 1 is, amikor megjelent, emlékszem, hogy, hogy mondtam azt, hogy Hát a repülőzés az olyan, hogy, hogy nem sokat tudsz tenni a gyalogság ellen, és egymás lövitek ott fönt, és akkor a repülőknek is saját kis um, harcuk van. Jó, azóta változtattak rajta, de ugye az volt rögtön az első vélemény. Na, mindegy. Um, ennyi lett volna, srácok. Remélem tetszett a videó. Ha igen, dobj el lájkot, iratkozz föl, csengő, jeleskére nyomjál rá. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet a következő videóig. Sziasztok! Uh, van, van egy